Magyar alelnöke lett a Nemzetközi Sportújságíró Szövetség Európai Szekciójának a 95 éves szervezet 82. kongresszusán, ahol máltai elnököt választottak. Egyébként Szőlősi György a második nemzeti sportfőszerkesztő ebben a vezető testületben alelnökként. Vele beszélgetünk legfrissebb pozíciójáról. Szia Gyuri, jó reggelt! Jó reggelt, Nagy lépés neked, kis lépés az emberiségnek ez az újabb pozíció? Nem olyan óriási lépés senkinek tekintett hogy valóban 95 éves ez a szervezet, és már a megalakulásánál ott voltak a magyarok, mert az előkészítő bizottságban volt egy nemzeti sportos kolléga, dr. Mamusics Mihály 1923-ban az öttagú előkészítő bizottságban, és aztán valóban a nemzeti legendás tulajdonos főszerkesztője, Vadas Gyula 8 éven át alelnök is volt, és hát a sor hosszan folytatható egészen Gyulai Istvánig, vagy még annál is tovább, aki aki talán a legmélyebb nyomokat hagyta a szervezet történetében, ő főtitkár volt, ő neki a szemesz főállása volt, akkor Budapesten volt a főhadiszállás, ez egy különleges időszak volt, és hát az ő súlyát, vagy nemzetközi tekintélyét jelzi, hogy ebből a pozícióból a Nemzetközi Atlétikai Szövetség főtitkári székébe, pozíciójába igazolt át, ami viszont az egyik legrangosabb sport, sportvezetői szék volt. Az, Úgyhogy így... csak azt akartam mondani, hogy nem tudom, hogy kinek mekkora lépés, de de ilyen elődök után, vagy ilyen, ilyen száz éves történetnek a részévé válni, azt tényleg megtiszteltetés. Az a nagy kérdés szerint, hogy mekkora lépés az a magyar sportújságírásnak, mert végül is erről beszélnénk, és hogyha most gonoszkozok, akkor azt mondom, hogy több kaviáros vajas úra, potyatúrni, vagy több tanulási lehetőség külföldön. Tehát, hogy mit, mit hozhat ez a pozíció? Igen, nyilván ez egy, ez egy nagyon fontos kérdés, főleg abban az időszakban, amikor ilyen hihetetlen átalakuláson megy keresztül a, szakmánk, ami elsősorban technológiai változást jelent, hiszen én vallom azt, hogy a újságírás és a sportújságírás hagyományos értékei azok változatlanok, mert ugyanúgy hitelesen, gyorsan, pontosan, a jól fogalmazva, platforma. helyesen írva, többi kell beszámolni a sportesemények, de valóban teljesen más a, a, a technológia, teljesen megváltozott az elmúlt egy-két évtizedben és az AIPS történetében is lehetett látni egy megtorpanást, amin úgy látom, hogy túl van a szervezet, elkezdett csökkenni a, a tagok száma, lett egy nagy bizonytalanság, hogy most egyáltalán ki az újságíró, tulajdonképpen a, a technológia felszabadulása miatt az internet megjelenésével mindenki újságíróvá válhatott, egy blog bejegyzéssel ma már bárki eljuthat, akár nagyon széles nyilvánossághoz is, de mégiscsak most, most ismét emelkedésnek indult a a, az IPS tagjának a száma. Zárójel itt sem kell egyébként szégyenkeznünk, mert azt hiszem az ötödik legtöbb tagja van Európából a Nemzetközi Szövetségnek Magyarországról. Tehát az egy legnagyobb szerv, szervezet taglétszámra. Így van. Bocsáss meg, azért vágok közben, mert ki az újságíró, ki nem újságíró, bloggerek <laughs> megjelenése, és itt most akkor egy, ugrok egyet, csak egy kitérőt, mert van neked egy régi mániád. Van-e most még benne szándék valami fajta kamara létrehozására, ami Hát meg tudná, definiálni akarná ezt, vagy akarná definiálni azt, hogy hogyan alkalmaznak, meg kit alkalmaznak, és ki, ki a sportújságíró Magyarországon? Igen, nem biztos, hogy az előbb felvetett és a most általad ezután felvetett kérdésre itt meg fogjuk találni a választ, és egyáltalán ki lehet fejteni, de valóban a, a nevezzük kamarának, vagy újságírói kamarának. A kérdése is ide kapcsolódik, hiszen az, 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 az jól érezhető, hogy valami fajta érdekképviseleti szervezetre, olyan szervezetre, amelyik etikai minimumokat, szakmai garanciákat meghatároz és betartat, ilyenre nagy szükség lenne, de annyira kényes ez a téma, és olyan politikai hisztériakeltés veszi körül, hogy nagyon nehéz ebben józanul vitázni, vagy, 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 beszélgetni és haladni. Ráadásul én a sportújságírókat képviselem, amire nagyon büszke vagyok, de azért ez mégiscsak egy kis része a médiában dolgozók nagy családjának, amit most egy picit idézőjelbe teszek, hiszen általában nem úgy viselkedünk, ahogy családtagokhoz illik. Tehát, Te még... sportújságíró kamara nem, nagy újságírói kamara módszer. egyszer, hogyha valad, valad, hát van, a a csomók, hol egy hol a csomó, van közös érdekünk uh -huh. valóban, amit, amit hogyha nem képviselünk közösen, akkor sokkal sebezhetőbb, sokkal kiszolgáltatottabb ez a szakma. Bármennyire is sokan azt gondolják, hogy nagy lobby ereje van a médiában dolgozóknak. Valóban, valójában, hogyha, hogyha, nem hozunk létre valamilyen természetesen alulról szerveződő valamit, amiben a sportújságírók mindig partnerek lesznek, akkor akkor szerintem sokkal nehezebb dolgunk van, és hát ezek azok a kérdések, amelyekre még egyszer mondom, szerényen mi beszélünk csak a sportújságírókról, az AIPS maga is keresi a választ, itt is az oknyomozó újságírásról voltak nagyon érdekes beszélgetések, előadások. A korábbi kérdésedre visszatérve mondom, hogy mi magunk is tavasszal, amikor a mi szervezetünk már 110 éves múltra tekint vissza, szervezünk egy konferenciát, ami a nők szerepéről fog szólni a sportban és a sportmédiában, mert bármilyen furcsa nyugat-európában is 10% alatt van és évtizedek óta nem emelkedik, a női sportújságírók száma, létszám, aránya a szakmán belül. Tehát férfi belül. terület még mindig. Abszolút, abszolút férfi terület. És, és hát bőven mi már rendeztünk egy ilyen hasonló nagy nemzetközi konferenciát, ahol meg egy felmérést végeztünk, pontosan azért, hogy, hogy lássuk azt, hogy milyen nyugdíjkedvezmények, utazási kedvezmények, egyebek járnak különböző országokban az újságíróknak. Hogyan mondják meg, hogy ki lehet újságíró, hiszen Ugye ez egy rendkívül kényes és érzékeny téma, az újságírók nem akarják, hogy bárki megmondja nekik, hogy akkor ő most hivatosan az vagy nem az, ez egy nagyon szabad szakma a természeténél fogva, de mégis egy csomó nyugat-európai országban nagyon szigorú szabályok vannak, hogy ki kaphat kártyát, ki kaphat akreditációt, mindenféle bizottságok döntenek, mindenféle furcsa kritériumok vannak, mondjuk Franciaországban akkor lehet sajtófotós, hogyha a bevételed legalább 50%-a ebből a tevékenységből származik. Hú, én azt mondom neked, ez, ez az, az egész mi, témának hát a külírása, ez, ez ma Magyarországon ez olyan hisztériát vált ki a következő években, az biztos, hogy sok esélyt én nem látok rá, hogy ebben bármi folyt előrelépés szóval én sem, de, de, rajtunk nem fog múlni. Visszatérve így a végén meg megint az AIPS-re, mi a dolga a Nemzetközi Szövetség Európai Alelnökének? Most nyilván sokat kell utazni, meg reprezentálni, de mondjuk, hogyha azt nézzük, hogy milyen lehetőséget kínálsz, tudsz kínálni magyar újságíróknak. Mondjuk te mit tartasz jelenleg Európa három legnívósabb sajtó, sport sajtótermékének? Kíváncsi vagyok. Európa három legnívósabb. Hát ugye itt a, itt a hagyomány van az egyik oldalon, a másik oldalon meg az, hogy olyan sajtóorganumok is ö, ö, például megszűntek egész egyszerűen, mint a domballon. például, ami egy legenda volt még a mi gyerekkorunkban vagy fiatalkorunkban, egyszerűen nem létezik ö, ma már, ami egy nagy spanyol nyelvű, az egész spanyol nyelvterületnek egy fontos ö, magazinja volt, de hát azért, ö, hogyha mondjuk a Lékipet, mint a, mint a talán legismertebb, legtekintélyesebb, legnagyobb ö, sportújságot említem, amelyik hát éppen úgy szembenéz napjaink kihívásaival, hogy mit, mit, mit nyomtatunk ki és mit teszünk a, az internetre, és egyáltalán milyen egyéb szolgáltatásokkal próbálunk ott maradni a sportról való tájékoztatás élvonalában, miközben, és itt nyitok egy záróját, nyilván a, a, megint csak a technológia változása miatt a nagy kluboknak, a nagy szövetségeknek saját médiája van ma már ami egyrészt nagyszerű dolog, másrészt viszont ez óhatatlanul mindig egy oldalú lesz. Elszépentje az, e az információt és, és az információ diktálását. A hagyományos, a úgynevezett független így. sajtó meg egyre távolabb kerül az információk forrásától, mert a nagy, nagy kluboknak, és hát ahol ez még előrébb tart, mondjuk Amerikában lehet látni saját Közösségi oldalaik, saját ö, applikációik ö, révén közvetlenül jutnak el a szurkolóikhoz, ö, kiadják a kezdőcsapatot, fotót küldenek az öltözőből, Ilyen. a csapatbuszról, és így tovább, és így tovább. Tehát nagyon nehéz odaférkőzni már a hagyományos médiának, de mégiscsak ö, szeretik az emberek a hagyományos médiát, mert az, mert az nem hivatalos klub sajtó vagy szövetségi propaganda, hanem mégiscsak próbál a szurkolók szemével közéten az eseményekhez. Hát, hogyha a Legazet a Dello Sportot mondom a L'équipe mellett, akkor talán nem veszik túlzónak és tolakodónak, hogyha az idén már 116 esztendős nemzeti sportot is oda teszem, hiszen tényleg a legnagyobb múltú és legfontosabb a mi szintünkön nyilván, vagy a mi arányainkhoz képest, de legfontosabb sport. Ha szóba sport, hoztad, sport, azt mond egyiket. meg végül a nemzeti sport papír nyomtatott változata, vagy az NSO, a nemzeti sport online a fontosabb, és a, és a befolyásosabb, és a nagyobb jövőképpen rendelkező a teszemedben. Eljött az idő hamarosan, hogy a nyomtatott labból egy példányt kell kinyomtatni, Ormán Viktor miniszterelnök úrnak ő papír alapú, nagyon szereti, azt kivasolhatja, és a többi meg mehet online. Igen, erre a csípkelődésre ha nem haragszok, akkor nem válaszolnék, viszont Jó. a, az sem fog meglepni, hogyha azt mondom, hogy természetesen mind a kettő egyformán fontos nekünk. Nagyon sokáig lehetett azt érezni, hogy a hogy, hogy fantasztikus dolog, és sokkal kevesebb fizikai korláttal jár az interneten jelen, és sokkal olcsóbban el lehet jutni sok emberhez, és ez egy nagy előny volt, hogyha valaki csak az interneten volt jelen. Azelőtt persze az volt a, a monopol helyzet, vagy az volt a kiváltságos helyzet, ha valaki egyáltalán újságot tudott nyomtatni, hiszen tudjuk, hogy engedéket hozzá nem volt papír, tehát évszázadokig ez egy hatalmas, hatalmas dolog volt a, a, nyomdatechnika és az újság e, nyomtatásnak a lehetősége. Én most azt látom, hogy most kimondottan előnynek számít, hogy a, az online mellett, amely természetesen e, még mindig ugrásszerűen növekszik minden e, mutatóját tekintve, nekünk van egy hagyományos, ahogy mondtam, 116 éves nyomtatott újságbázisunk is tehát ez most már kifejezetten előny lett, a kettő nagyon jól kiegészíti egymást napjainkban, a trendek egyértelműek, tehát a, De a papír az, az, a, is megmaradt a, kicsiben. A papír egész, az egész világon, a papíra nyomtatott újságok példányszáma az egész világon folyamatosan zsugorodik, míg a, az interneten teredő információk száma folyamatosan nő, ez a mi számainkban is jól látható, hát most, most már stabilan 200 fölött van a napi egyedi látogatók száma, ami mondjuk a VB idején 300 ezer fölé nőtt, az online-ról beszélek, amivel a legolvasottabb sportorgánum voltunk Magyarországon, vagy a magyar nyelvterületen, mert az internetnek ilyen előnye is van, hogy amit a papír nehezen tesz meg, hogy átlépi az országhatárokat, a nemzeti sport online Csomó visszajelzésből érzékeljük, és látjuk, hogy a határon túli magyar lakta területeken is, meg a világon mindenhol, ahol iránt érdeklődő magyarok vannak, már pedig mindenhol vannak, eh, olvassák. Úgyhogy most a kettő jól kiegészíti egymást, a, a, a princ szépen lassan csökken, de hát ez a feladatunk, hogy az olvasókkal Igen. együtt a hirdetőket, a jó újságírókat szépen át tereljük. Gyuri, azt. köszönöm szépen, hogy itt voltál. A webre, köszönöm szépen.